free. Come here, sit down. Szeretettel és nagy örömmel köszöntök mindenkit, így néhány taktussal a Gastro Blues Fesztivál kezdete előtt, az éppen aktuális Gastro Blues magazinban, ahol ismét ketten vagyunk Gárdai Ádám főszervezővel, ha mondhatom így. Megfelelő ez a titulus? Igen, köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát több szempontból is szokatlan lesz talán ez a mai adás. Az egyik az, hogy végre sorsolással kezdhetünk, a másik pedig az, hogy annyi dologról kéne beszélnünk, hogy erre biztosan mindenre nem jut idő. Már előre is elnézést kérünk azoktól, akiket esetleg nem említünk, és azoktól, akik valakire számítanak, hogy beszélünk róluk, és nem jut rájuk idő. Kérjük, hogy a fesztivál oldalán, esetleg az interneten majd nézzenek utánuk, de kezdjük szerintem először ez a sorsolással. Miért is kell nekünk sorsolni most? Igen, a legutóbbi magazinunkban az volt a kérdés, ugye több bejátszás is volt, és az egyik szerepelt egy olyan klip, amin én mondtam, hogy ez a fellépő már a fesztivál kezdetei óta itt van a szereplőként, előadóként a fesztiválon. Török Ádám volt a megfejtés. Több helyes megfejtés érkezett, egyébként számtalan jött az országból. Ugye most már az internet segítségével megosztható az a műsor, és sokan nézik. És hát összegyűjtettük ebbe a táskába a helyes megfejtéseket, és arra kérlek, hogy húzzál ki egy megfejtőt, és akkor itt most nyilvánosan kisorsoljuk. Akkor kihúzunk egyet, megkevergetem. Igen, és kérlek, hogy olvasd fel a helyes. De jó, hogy ki van nyomtatva a név, mert különben megijedtem volna. Olasz Sándor a helyes megfejtő, és mi lesz a jutalma? A jutalma legutolsó DVD-nk, az interjú DVD a 25 fesztivál története. Ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm. Ez a, úgymond a 70. jubileumi kiadványunk. Igen, hát nagyszerű. Gratulálok. Közben akkor itt a sorsolásos urnát azt betettem ide, hogy ne legyen nekünk itt útba. Hát és akkor csapjunk is bele, mert hiszen mindjárt kezdődik a fesztivál, és itt elég széles és gazdag programkínálat látható megint ebben a kis programfüzetben. Én azt javaslom, hogy először beszéljünk arról, hogy mi lesz más, mi lesz új ezen a fesztiválon, mint az előzőekben volt. Igen, nagyon sok újságírói kérdés merül ilyenkor mindig fel az újabb fesztiválkor, hogy jó, de mi lesz az újdonság, mi lesz az új? Hát az egyik az, hogy kicsit nagyobb hangsúlyt kap a Gastro Blues Club, mint eddig, több koncert lesz ott, és melegkonyhás étterem is lesz újra, pár éve már nem lehet ott meleg ételt fogyasztani, ezúttal már hétfőtől finom ételeket lehet kóstolni. Az egyik leghíresebb olasz séf, Alessandro Arena fogja készíteni ezeket az ételeket. Nem csak olasz ételek lesznek, hanem magyar ételek is egy kicsit újra gondolva, tehát lesz például vaddisznó pörköl, de egy kicsit olaszosan átalakítva. Úgyhogy, de sok más egyéb étel is lesz érdekes. És akkor most erre az időre akkor a Szekszárd éttermét akkor ott hagyja, egy kicsit rábíz a másra. Így van, és ide költözik abszolút a személyzettel együtt. Na, hát ezt mindenképpen érdemes megkóstolni, azt hiszem, főleg, hogy mellette zenét is lehet hallgatni. Igen, hétvégen, tehát illetve hát hétközben is már ugye lehet élő zenét hallgatni, és ezúttal újdonság lesz, hogy hétvégén délidőben is lehet koncerteket hallgatni az ebéd elfogyasztása közben. Hát azt nem mondom, hogy jó ebédhez szól a nóta, de jó ebédhez szól a blues, az mindenképpen. Igen, az remek. Hányan férnek be itt a klubba most? Körülbelül olyan 70-en szerintem kényelmesen az elférnek. Az már egész szép szám. Igen, igen. És hadd legyen egy ilyen kérdésem, dohányozni lehet bent? Nem lehet, de szóval van egy kisebb kerthelysége, ahol ezt Nem vitatom el a dohányosoktól a rágyújtásnak a jogát, de az nagyon jó, hogy akkor bent nem lehet. Nyilván gondoltam is, de azért gondoltam rákérdezek, biztos, ami biztos is van. Itt egy másik újdonság, az pedig a templomi koncertekről. Igen, annyi, hogy tehát a templomi koncertekre is be lehet menni a bérlettel.
Annyit elmondanék, hogy június 21-éig még kedvezményesen lehet bérletet vásárolni az Omega jegyirodában, és emellé a jegy mellé még egy ingyenes kiadványt is kapnak az odalátogatók, illetve akik ott rendelik meg a bérletet június 21-éig, úgyhogy érdemes mindenképp korán megvenni. Hát ezek az utolsó utáni pillanatok majdhogy nem. Igen. És akkor azt hiszem, hogy hát gyakorlatilag az újdonságok azok körülbelül ennyik voltak, ami nem kevés, viszont szerintem hát próbáljunk meg időrendben végigszaladni a közreműködőkön. Ugye hát talán akkor a klubról azért annyit, hogy ahogy itt látom, ugye már hétfőtől vannak koncertek, sőt helyiek, ugye? Igen, ezt szokásból is szoktuk ezt így rendezni, hogy már a hétfői naptól kezdődik, ugye itt stílusosan mondtam, hogy 3P betűs zenekar, a Pirkadat, a Pagony és a Pisti Est egymás után hétfő kettőre. Stílszerűen, ha már paksiak, igen, akkor mivel kezdődne a nevük? Így van. Úgyhogy ők fogják kezdeni a sort, és akkor csütörtöktől már kicsit többen is vannak egyébként, akik vidékről érkeznek. Hogyne? A sátorozók, igen, már kezdik elfoglalni a legjobb helyeket, és ilyenkor már azért többen vannak, két budapesti csapat is érkezik. Az Éles Gábor trió, róluk tudni kell, hogy többször voltak már itt a fesztiválon, Tóth Verával is például, de az Európai Blues Unió által szervezett versenyen is ők vettek részt az elsők között, akik a magyarokat képviselték, úgyhogy egy igen jó banda bluesokat, szól számokat játszanak. A Tom Stormy trió pedig teljesen más, ők egy rockabilly stílust hozzák be a fesztivál színes forgatagába. Igen, sőt az igazi is klasszikus, jól megismert rockabilly, és azt mondtad nekem éppen itt az adás előtt, ami nekem is új információ volt, hogy valami helyi kötődésük is van most ennek a zenekarnak, kötődése is van most ennek a zenekarnak. Igen, hogy Pintér Petra lesz a fő énekesük, úgyhogy várjuk őket szeretettel. Most akkor hadd folytassam, és ismét P betűs. Így van. Elnézést, én gyakran le fogok nézni, mert ezt a széles programkínálatot én nem tanultam be így. Hát Ádám az gyakorlatilag fejből tudja ezeket a dolgokat, én viszont kérdezek kíméletlenül a következő együttesekről és a következő napról főleg. Péntek, és itt egy érdekesség van, ugye a zenei kurzus, amit az egyik kedvencem tart. Igen, tulajdonképpen délelőtt 11 órától hétfő hajnalig folyamatos a program, tehát alig van szünet. Elmondhatjuk, hogy körülbelül olyan 4 órától, esetleg 8-9 óráig nincs semmi. Egyébként non-stop mindenféle koncert vagy előadás van. Így lesz pénteken 11 órától a zenei kurzus a Pro Artis alapfokú művészeti iskolában. Itt Simon Péter igazgató úr segíti a zenei kurzust, Katona Tomi fogja előadni ezt a... Egyrészt ugye lesz egy előadás, másrészt lehet kérdezni is, akár gitártechnikai dolgokat, akár a felszerelés, tehát gitár klinikai előadás is lesz. És ide érdeklődők is benézhetnek? Ingyenesen látogatható. Hát benézhetnek. Akárki. Hát Katona Tamás én nekem még ugye így maradt meg, akit én nem is készültem rá, csak egyszer azt láttam, hogy a színpadon ott van egy kicsike gyerek. Itt látom, én nem tudtam volna most így visszaemlékezni, hogy pontosan hány éves volt, de 9 éves volt akkor, és nem is tudom, pécsi magas fiú? Igen, a PMD-vel mutatkozott. Talárdájával mutatkozott, mert azt hiszem az apukája az ott játszott. Így van, így van. És valami eszméletlenül gitározott már akkor. Na hát most ő tart, hogy is mondjam, hát egy kurzust, ami gondolom tanácsadás, esetleg bemutató, mit hogyan kellene, vagy hogyan jobb, mindegy. Igen, nem csak tehát azoknak szól, akik gitároznak, hanem akik szeretik ezt a műfajt, tehát szeretik nézni a zenét, vagy hallgatni, tehát a zenebarátoknak. Aztán 12-13 óra körül azt mondja, a Pál Balázs Jenő Band játszik. Őrólunk tudhatunk valamit? Igen, Pál Balázs Jenő felvidéki gitáros egyébként,
most a Vince Lillával játszik a Napóleon Bulvár zenekarba, de egyébként bluesba is nagyon otthon van, tehát nagyon tehetséges gitáros. A dobos is ebbe a zenekarba játszik, előtte az S-modellbe, tehát régi motorosak ebbe a műfajba, a Gillian. Én ami felvételeket hallottam, ott egy kicsit ilyen jazzes beütésű dolgokat játszottak, de hát mondjuk a Napóleon Bulvár az, még az is olyan, még hogyha kommerszebb egy kicsit talán a zenéjük, akkor is olyasmit játszanak, azért abban van egy kis ilyen finomság. Így van. Aztán ugye Zeszi Csarnok 1630, ahogy itt látom, ugyanezzel a zenekarral van a kezdés, és utána? Utána folytatódik a sor, Tomi Katona következik, aztán nekem is puskáznom kell, mert 30 zenekart, igen, azt nem igen, könnyű igen, megjegyezni. Igen, nem baj, szerintem ezt elnézik nekünk. Írországból a Band of Friends érkezik, Rory Gallagher két olyan zenészével, akikkel több évtizedig játszott együtt, úgyhogy ez is egy érdekes, sokan várják ezt a koncertet. Igen, én annyit tennék hozzá, mert ez egyik kedvencem volt a Rory Gallagher, hogy nem érdemes ugyanazt várni tőlük, mint amit ő játszott, de nagyszerű, tehát a hatása az érződik. Én nekem azért az pótolhatatlan, ahogyan ő játszott, de ezek a számok másként szólalnak meg, de ugyanolyan nagyszerűek, igazán élveztem, amikor hallottam tőlük sok dalt, és hát hallottam én olyanokat is, mert hát ugye ők azért a fesztiválokon, meg mit tudom én, annak idején még fölléptek ugye együtt, és hát nem tudom, hogy most hoznak-e a régebbi dalokból, de olyan földolgozásokat játszottak akkor, hogy az egészen különleges volt. Biztos hoznak, persze, hiszen ők tisztelegnek is úgymond Rory Gallagher előtt, de tényleg nem tribut zenekar, tehát nem egy az egybe azokat a számokat egy az egybe hozzák le, hanem kicsit a mai hát kornak megfelelően átdolgozzák. Hadd tegyek hozzá annyit, én, mint tanárember, azt szoktuk mondani, hogy hitvány hála az a tanítványoktól, ha örökké csak tanítványok maradnak. Tehát ők megvalósítják saját magukat, de érződik rajtuk azért a mester. És aztán úgy látom, hogy ugye közvetlen utánuk jön majd egy legendás magyar zenekar. Így van, a Kártágó együttes, úgyhogy nem lesz semmi ez a nap se. Hát ők viszont már nagyon-nagyon régóta játszanak, azt hiszem így együtt, ugye? Így van, és ez szerintem az erősségük is, hogy nem volt sok tagcsere, hanem úgymond a kezdetek óta ők együtt vannak ezzel a formációval. Van egy ilyen számuk is, hogy Paks az Atomváros. Igen, igen. Most már ez nincs régóta a repertoárban, de megígérték, hogy erre az alkalomra újra előveszik, úgyhogy várható ez a szám is. Érdekes, pedig azt gondolta volna az ember, mikor Takács Tamás is ugye a saját zenekarával és a többi léptek föl, hogy talán nem biztos, hogy együtt marad ez a csapat, de eddig még kitartottak, reméljük, amíg a fesztivál addig ők is játszani fognak. Hát a Takács Tamás nagyon univerzális ember, mert ugye az East Bay is egy igen, nagyon jó előadó volt, aztán a blues bandjébe is, ugye az is egy korszakalkotó volt valóban. És aztán úgy látom, hogy az éjszaka, mondhatom, az aztán megint a Gastro Blues klubban fog folytatódni, és egy érdekes nevű zenekarral. Ez a Jazztelen? Igen, Jazztelennek hívják a zenekart. Népszerű is szerintem ebbe a műfajba. Büdi Szilárd a vezetője, aki egy műsorvezető is, illetve több ilyen médiában láthatták a kedves. Igen. Tehetségkutatóban is lehetett látni. Érdekes, mert egy kicsit ilyen talán amerikai stílusú ez a zene, talán amit játszanak, nem? Igen, mindenféle, egy kicsit jazzes, rock, inkább a rockba hajló. Igen, de blues rockok is vannak. Nem olyan régen egyébként Deák Bill Gyulát helyettesítette a Polka Egon Experience formációba, és nagyon jó beugró volt. A Hobo Blues Band számokat kívülről tudja mindegyiket, úgyhogy nagyon jó beugró ember is. Kiváló. És akkor tulajdonképpen a szombati nap előtt, most akkor hallgassuk meg azt az egy zeneszámot, ami befér ebbe a kis beszélgetésbe, és ha már olyan sokat beszéltünk ugye Katona Tamásról, vagy Tomi Katonáról, akkor tőle egyet, ez mikor is készült ez a felvétel? Ez a 20. Gastro Blues Fesztiválon készült, azért hívjuk ugye most már Tomi Katonának, mert most már jó pár éve az Egyesült Államokban él, és ez a művész neve, úgyhogy igen. Mi tiszteljük. Igen, akkor hallgassuk meg ezt a felvételt. We'll be right back.
Akkor ezután a remek felvétel után kitérjünk át gyorsan a szombati napra, mert az idő is nagyon szalad. Szombaton ugye az egyik kedvencem a templomi koncertek, amiket én talán a legjobban szeretek. Ismét elég neves fellépőkkel, és ahogy látom, egy magyar, egy paksi névvel kezdjük, aki magyar is természetesen. Még igen, pedig? Racskó Eszter kezdi majd a sort, ő orgonán fog, ott a templom orgonáján fog játszani. Ő egyébként Pécset végzett most a zenei középiskolába, majd ezután a főiskolára ígérete szerint,
és ő fog egy rövid darabot játszani. Itt ugye a templomi koncertekről tudni kell, hogy rövid programok 10-15 perces, a hely szelleméhez méltóan, főleg akusztikus jellegűek, tehát a nagy hangerő itt kicsit átalakul, és általában nem csak azok szoktak jönni, akik mondjuk a nagyszínpadi koncerteket megnézik, hanem esetleg idősebbek is eljönnek, akik templomba járók esetleg. Persze, különösen egyrészt, hogyha van egy helyi és organista, az nagyon jó. Egyébként ő már a második, hiszen a Szabó leány is egy neves organista, ő még talán itt nem lépett föl, viszont itt van Szarka Tamás, akiről annyit érdemes mindenképpen, ha esetleg nem ismert, hogy a Gimes együttes, ugye? És hogy Kossuth díjat is kapott nem is olyan régen testvérével együtt. Ő is itt föl fog lépni, ugye? Igen, és az a különlegessége ennek, hogy ő ugye galántai, illetve ott is tanult zenélni. Igen, igen, igen. És tulajdonképpen ez a Galánta testvérvárosunk ajándéka lesz ez a koncert. Ezt tudni kell, hogy pont 20 évvel ezelőtt kötötte a testvérvárosi szerződést Pas Galántával, mert egyébként felhívta Polya Gábor, galántai főjegyző a figyelmet arra, hogy sokkal régebbi egyébként Paksal a kapcsolat. Jó, hát igen, csak a hivatalos. De a hivatalos verzió az ez. És a Gastro Blues Fesztivál ideje alatt kötötték meg ezt a testvérvárosi szerződést, pont 20 éve. Most 10 éve megújították Galántán, és 20 éve akkor újra itt Pakson lesz. És a fesztivál keretén belül egyébként ugyanott lesz a szerződés újrakötése, mint 20 évvel ezelőtt, úgyhogy ez is egy érdekesség lesz. Aztán elfogadta a templomi koncertre is a meghívásunkat Ansley Lister, aki az esti programokban is szerepelni fog, tehát igen, ő lesz a még akkor ott beszélünk tárja. Majd róla egy kicsit többet. Valamint Ferenci György is fel fog lépni egy rövid programmal. Igen, és látok itt még egy nevet, Eckhart Ambrus is, vagyis két nevet, Szés Szilágyi igen, Márton. Igen, fiatalok duóba fognak fölgetni. Igen, érdekes, én többnyire trióba hallottam őket, de most akkor a szaxofonos kimaradt, aki hát én fúvós lévén az a kedvencem, de azért így is nagyon jó lesz, mert kiváló zenészek. Aztán úgy látom igen, ugyanők a déli Gastro Blues programot ugyanők biztosítják, ez a duó. Igen, annyit tudni kell, hogy ezek a délutáni koncertek, ezek ugyanúgy ingyenesek. Tehát ezekre nem kell belépőt fizetni, csak az esti koncertekre. Okay. Természetesen bérlettel mindegyik ingyenes. Aztán itt látom, 16.30-tól kezdődnek a tulajdonképpen a csarnokbeli koncertek, és éppen Ferenci György és Racka Jam, vagy Jam, nem tudom melyik a jó kiejtés. Igen, Racka Jam, ezt így szokták használni, és elég erős lesz ott is a program. Egyébként rajta kívül már csak külföldiek fognak fellépni ezen a napon. Granja Duffy Írországból érkezik, róla tudni kell, hogy már a 10 éve is a Glastonbury Fesztiválon föllépett, ami Európa egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fesztiválja. Egy kicsit ez a hippi gondolat újraélesztése egyébként ott megjelenik. Pont az, hogy mondom, lehet, hogy majd le fogsz itten szidni utána, hogy én azt mondom, hogy nekem egyébként a folk jutott eszembe, ez az ír folk, meg hasonló. Nem azért, mert olyanok a dallamok, de az egésznek olyan a hangulata, a különleges énekhang, egészen finom a gitárjáték, különleges az egész, nagyon érdemes megnézni, még ha én nem mondanám ezt bluesnak egyáltalán, de nagyon-nagyon-nagyon jó. Igen, zene. Egy kicsit nekem, megfoghatatlan a stílus, de... Igen, nekem igen, a John Baez, meg Susan Vega, meg ezek is eszembe jutottak, bár egyikhez sem hasonlít igazából, de mégis valahol benne van ez, a, igen, ez az érdekes, és érdemes is megnézni, pedig elég korai időszakban lesz, ugye a fesztiválon 6 órakor lép fel, úgyhogy mindenképp érdemes már korán oda menni. És aztán a legendás Colosseum tagokból összeállt zenekar, ami hát igen. Igen, tudni kell, hogy a GCM, ugye John Heisman, Clem Clemson és Mark Clark alakította ki ezt a tavalyi év végén. Az év elején elkezdtek turnézni, aztán kiderült, hogy John Heismannek agydaganata alakult ki, ezt nagyon gyorsan megműtötték, de aztán végül is nem sikerült teljesen jól a műtét, utána egy vérrög is kialakult az agyába, újra meg kellett műteni, és hát végül is nem érte túl ezt a héten, halt meg pont, úgyhogy... Hát ez szomorú aktualitás, és... Szomorú dolog.
zenészek, hát azt tudom, hogy már ugye helyettessel játszottak az elmúlt alkalmakkor is, ugye? Nem, már az első két koncertet lejátszották a turnéból, és akkor jött ez a... Uh-huh. Ez a hír. De itt már úgy volt, hogy már helyettesíteni fogja. Igen, már hetekkel ezelőtt ez eldőlt, hogy ki fogja helyettesíteni. Ralph Salminsról van szó, uh-huh. aki egyébként majdnem mindenkivel játszott már, aki, uh-huh. aki híresebb, vagy hát hírhett is egy kicsit. Igen, igen. James Brown például, aztán Aretha Franklin, de sorolhatnám még Dire Straits-el volt itt aha. pár éve a Budapesten, úgyhogy ő egy igazi jó session zenész, aki beugróként szerintem meg fogja állni a helyét, még ha nem is pótolhatja teljes mértékben John Heisman-t, hiszen akkora virtuózitással állt hozzá a dobhoz, hogy tényleg igen, hát lenyűgöző volt minden szólója. Én emlékeimben is a koncert felvételeken azok a 10-15 perces dobszólók, az azért egészen emlékezetes volt. Hát akkor talán ez egy emlékkoncert is lesz. Igen, egy kicsit szerintem emlékezünk is rá, így van. És utána következik Ansley Lister. Ansley Lister, ő is Angliából érkezik, egy fiatalabb korosztály, a 40 körüli fiatalember. Érdekes, nagyon jó a hangja is, egyébként az ének hangja is, de remek gitáros, úgyhogy érdemes megnézni. Nagyon érdekes ez, mert 95 óta már jelentett meg lemezeket, 95-96-ban jelent meg az első, és engem a jazzgitárosokra emlékeztet, mégpedig leginkább a George Bensonra, az egészen könnyed játék, az a különlegesség, de nem, hát rockot játszik, de egészen kiváló, tehát megunhatatlan az a finom stílus, ahogyan ő játszik, de ő is már szinte mindenkivel játszott. Valóban ez jó megfogalmazás, az a finom stílus, nem az a nagyon harsány blues rock, ami mostanában divatos, hanem inkább tényleg ez a líraibb blues. Igen, könnyed nagyon, szóval ezt nagyon javaslom mindenkinek ennek a koncertnek a meghallgatását, mint a többiét is, de ezt most kiemelten. Aztán igen, az éjszakának azonban nincs vége. Így van, ez egy igazi kuriózum lesz a szombati napon éjszaka éjféltől. Egy olyan trió fogja nyitni az örömzenélés, a jam session-t, ami nem mindennapi. Tényleg Ferenci György, ezúttal nem csak szájharmonikával, hanem basszusgitárral lép föl. Aztán Benkő Zsolt, aki egy másik nagyon jó bluesgitáros, és igen. Mezőfi István, Fifi fog dobolni, tehát ez egy abszolút alkalmi zenekar, de nyilván már hosszú évek óta ismerik egymást. Hogyne, a Zsolt, Benkő Zsolt, őt én is elég jól ismerem, az első zenekarát Ferenci Györgyel alapította. Így van. Az a, nem tudom, Heffley Davidson. Nem, még azelőtt is volt, még egész fiatalkorban valami Termosz néven volt, azt hiszem, az első zenekaruk. Már ott játszottak, de a Heffley Davidsonban is, igen, hát a Zsolthoz meg hát személyesen, ugye arról már beszéltem, most nem fogunk itt privatizálni, hanem áttérünk a vasárnapra, annál is inkább, mert az időnk az azért fogy, de szépen bele fogunk férni, úgy látom. És már 7 órakor lesz esemény, ha nem is annyira zenei. Igen, 7 óra. Akkor már kezdődik a teljesítménytúra, nyilván a rövidebb vagy a hosszabb távokon már el kell indítani egész korán ezek nem versenyzők, hanem akik jó, a túrán világos. Elindulnak. Ugye itt nincs rangsorolás, hogy ki ér be előbb, ki később, van egy szintidő, ami alatt teljesíteni kell a távot. Azért mosolygok, mert bocsáss meg, de nem tudom, kinek volt az az ötlete, hogy az éjszakázások után, a rock őrület után, akkor reggel 7 órakor menjünk teljesítménytúrára, ez annyira különleges, de hát úgy néz ki, hogy bevált, hiszen már nem első alkalommal lesz. Bevallom, nekem nagy szerelmem a túrázás. Aha. Hát, amikor befejeztem a versenysportot, valamilyen mozgást kerestem, és ez a túrázás egészséges, ugye természetben van, uh-huh. nem az a nagyon intenzív, talán az ízületeket se annyira koptatja, úgyhogy tényleg ez egy jó akkor... mozgás. Ahogy észrevettem, főleg nem azok vesznek részt azért ezen, akik végig csápolják az egész hétvégét, illetve a hét elejétől, de azért a rövidebb távokon lehet, hogy érdemes nekik is elindulni, mert az pár óra alatt teljesíthető. És 9-kor már is főzőverseny, nyilván, hogy a túrázók megjönnek, akkor azért legyen, mivel föltankolniuk. Így van. Gyakorlatilag erről tudunk, vagy érdemes, vagy a szokásos
dolgok lesznek. Igen, a szokásos kategóriák vannak. A honlapon minden megtalálható egyébként, nem csak erről, hanem a többi programról is. Ott részletesen le vannak írva a részvételi lehetőségek ezen is, információk, hogy de telefonszámok is esetleg, hogyha valakinek plusz kérdése van. Úgyhogy nem kérünk nevezési díjat a főzőversenynél, de azt elvárjuk, hogy a kóstolójegyért adjanak bizonyos számú ételt, és hát így támogatják a Viski Magyar Óvodát, amire gyűjtünk már évek óta. Ugye már felépült az óvoda, most a működtetésére gyűjtjük ezeket az összegeket. Igen. És mielőtt a szokásos vasárnap délelőtti koncert szereplőit úgy felsorolnánk szinte csak, mert majd, hogy nem arra lesz csak időnk, még annyit, hogy ugye itt is hát a fesztivál foci és a hozzá kapcsolódók azok természetesen most is terítékre kerülnek. Igen, a fesztivál focinál most kihangsúlyozzuk azt, hogy lesz hetes rúgóbajnokság, és hát szeretnénk, ha minél többen vennének részt ebbe, akár a főzők is, bárki oda tud menni szerintem egy rúgásra, hogy vagy sikerül, vagy nem. Ugye ez egy kicsit olyan 11-es rúgás is, hogy ez ebbe a szerencse is azért beledolgozik. Szerintem mindenki ezt tudja vállalni, ezt a pár másodpercet. És akkor a hátralévő, mint egy nagyjából 2 percünk van, 9 együttes vasárnap délelőtti, ami szintén olyan, amit én mindenkinek ajánlok, mert mindig nagyszerű élményem szokott lenni ez a vasárnap délelőtti program. Légy szíves, és egy-egy mondatot majd fűzünk esetleg. Igen, az Ask the Dusk együttes kezd 9:30, ezután a Dalai Dávid zenekar következik, ők dunói városiak főleg, aztán a Starbucks együttes, akik rockabilit játszanak, igen, és a Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon nyerték el külön díjként ezt a lehetőséget, hogy felléphetnek itt és a fesztiválon. És akkor én annyit mondtam hozzá, hogy ez nem az a klasszikus rockabilly, hanem egy kicsit ilyen intellektuálisabb rockabilly. Nagyon jó egyébként, nagyon lehet élvezni, úgyhogy érdemes meghallgatni. Igen, és főleg magyar nyelven folynak majd a számok. Aztán Varga János ezúttal egy mediterrán kombóval érkezik, egy kicsit latinos jellegű zenekar. Nem is olyan kicsit, azt hiszem, tehát elég. Igen. Varga János egyébként is nagyon-nagyon-nagyon sokoldalú gitáros, hiszen az Íztől egészen idáig a mediterránig, és mi mindent játszott még közben. Igen, a sajtótájékoztatón is ugye került fel felvétel, ha esetleg ott valaki megfigyelte, legalább 15-20 rock klasszikust egybefűzött akusztikus gitárral, hát hihetetlen volt, amit művel. Aztán a Veszprémi utca zene fesztiválon díjas Takács Eszter és zenekara lép fel, ők nagyon sok fesztiválon fellépnek egyébként idén, ahogy néztem a programjukat. Aztán a Suba Attila és a Soulful Band következik, ők annyit kell tudni, hogy idén az Európai Blues Uniónak a blues versenyén ők képviselték Magyarországot és a fesztivált is. És akkor a három nagy visszatérő érkezik, Török Ádám és a Mini, a Tűzkerék XT és a Deák Bill Bluesben. És kihangsúlyoznám, hogy ez a szabadtéri koncert ingyenesen láthatható, ugyanúgy, mint eddig. És már vége is a fesztiválnak. Most egyelőre még csak a programok felsorolásának, de körülbelül ilyen gyorsanak fog tűnni, hogyha végighallgatjuk őket, mert nagyszerű zenészek, nagyszerű zenekarok, nagyszerű emberek érkeznek, úgyhogy várunk mindenkit, találkozunk a fesztiválon, a viszontlátásra. Friend, come here, sit down.